Köszöntöm Önöket, ez a politikai elemző műsor második része. Bán András továbbra is szabadságon van, így Magyar György ügyvéddel és Szentvétei Nagyrihárd alkotmányjogásszal, politológussal a hét további eseményeit beszéljük meg. Ugye ott tartottunk az első rész végén, hogy ugye ez a felvétel szerdán délután készül, mostanában ér véget a NATO csúcs, és jön haza a miniszterelnök onnan, és rendkívüli és hosszúnak ígérkező kormányülést tervez. Kérdés az, hogy összehívják-e a parlamentet, hogy ratifikálják a svéd csatlakozást. Ki kell találni itt valami jó megoldást, mert egyelőre mondhatjuk azt pestiesen, hogy égő a helyzet. Valóban úgy éreztük, hogy Törökország és Magyarország visszatartása és nehézkeskedése mögött üzleti érdekek vagy egyéb érdekek húzódnak meg. Úgy látom, hogy a török elnök e vonatkozásban lekőrözte a magyar miniszterelnököt, és nekik most ki kell találniuk valami okos, szép választ, hogy az előbb Ricsi mondta, új hazugságot kell lelni, amit megesz a közönség, és el kell mondani, hogy mi nem is akartunk nyerni, ugye? Ismered azt a viccet, már akarom elviccelni az egész történetet, hogy egy részeget kidobnak a kocsmából, és fekszik a földön, azt már úgyis menni akartam. Tehát én nem tudom, hogy ez hogy zajlott le. Az biztos viszont, és abban van egy pici igazság, hogy NATO-ban most akarta Ukrajna magát felvetetni. Nyilvánvalóan ez nem úgy megy, hogy oda megyek, és azt mondja, tessék most holnap engem reggel fölvenni. Van ennek egy előkészületi szakasza, de tényleg egy háborús helyzet van most, és hogyha háborús helyzetben vesznek fel valakit szövetségi tagként, akkor óhatatlanul is a szövetség többi tagjának is egy másik pozíciót biztosítanak. Valóban időszakilag és időrendileg nem szerencsés most erről dönteni, de én jogászemberként azt tudom mondani, felfüggesztő feltétellel lehetett volna olyan döntést hozni, hogy a háború befejeztével vagy megnyugvásával előveszük ezt a kérdést és komolyan tárgyaljuk, mert szükség van az ukrajnai NATO tagság kapcsolódásra. De azt most ebben a valóban nem általuk kezdeményezett háborús szituációban nem lett volna szerencsés megvalósítani, én legalábbis így látom, csak sajnos lovat adunk az oroszok alá, és azt mondjuk, hogy amíg van háború, addig nincs NATO tagság. Hát akkor sokáig fog fent maradni ez a háború. Ráadásul ugye Szijjártó Péter külügyminiszter úgy próbált ezt az egészet eladni, minthogyha ez egy nagy magyar győzelem lenne. Mindig, persze. Hát persze, talán akkor ebből érdemes kiindulni, hogy ugye Szijjártó Péter, más kormány tényezők és a megmondó emberek, ugye ezrével fizetett megmondó emberek, akik másra nem jók, de erre igen, tehát hogy a hazugságot ismételgessék, mert másra alkalmatlanok lennének, de ebből nagyon jól megélnek, ezt már korábban is utaltam erre, de ez eléggé a bögyébe lehet az embernek. Meg neked is beégett. Igen, igen, mert hiszen lehetne rendesen is beszélni, tehát igen. Lehet egyenesen is beszélni, de nem, az folyik. Ugye a legfőbb tartalma a mondandójuknak az, hogy Magyarország önálló külpolitikát visz, ez egy szuverén ország, és egyébként is szuverénista a magyar kormány. Most ez nem egyszerűen hazugság, hanem marhaság. Ennek nincs értelme, de ennek mondjuk az elméleti részét talán másképpen megbeszélhetjük most, ami a gyakorlati kérdést illeti. Ugye nem igaz, hogy szuverén lenne. A török az igen. A török külpolitika az valóban egy szuverén külpolitika, lehet bírálni, bőven lehet mondani, hogy egyes lépések nem, hogy akceptálhatatlanak voltak, hanem egész egyszerűen bűnös és szörnyű lépések voltak, és emberek tízezrei haltak bele. Mindenesetre a török külpolitika az egy szuverén külpolitika, abban nem szól bele senki. Ráadásul a török külpolitikát egyetlen ember, Erdogan irányítja, és hogyha Erdogan másnap máshogy ébred és más gondolata van, mint ahogy most pontosan ez történt, ugye? És a török parlament dróton lesz rángatva, ugye? Hiszen nincsen önálló akarata, mármint a török parlament többségének, mert ott azért létezik ellenzék. Mutatisz, Magyarországról is lehetne beszélni, itt is, de itt is, az egy külön beszélgetés témája. A választási eredményt ismerjük. Így van. Na de hát, na jó, itt a meritumokról is érdemes beszélni, de talán nem most. Most csak röviden mondva azt mondanám tehát, hogy Erdoğannak tehát volt egy politikai célja, ennek egy részét elmondta, tehát bevallott volt, tudta a NATO közvélemény, hogy mit akar elérni Erdogan, és ennek egy részét meg is kapta. Egy más részét nem mondta el, de kapott bizonyos ajánlatokat, és így tovább. Ha most nem a fegyvereladást és stb. Repülőgépeket nézzük, hanem csak azt nézzük, hogy hogyan helyezi el magát Törökország ebben a mondjuk
világ, mondjuk északatlanti struktúrában mondjuk azt, akkor lehet mondani azt, hogy jó néhány esetben Oroszországgal együttműködik, mert ez látszik érdekének lenni, ez az érdek nem tisztességes érdek, sőt egy bűnös érdek, és jó néhány kurd tisztességes ember, ártatlan ember hal bele, Szíriában is és török területen is, de minden esetre van úgynevezett török állami érdek, mindenkelőtt Erdogan érdeke, és ez van képviselve. Sokszor az oroszokkal együtt, bűnösen, lássuk Szíria bombázását éveken át, és sokszor pedig nem. Mindenesetre ez egy önálló külpolitika. A magyar külpolitika azonban nem önálló, hanem orosz külpolitikai célokat szolgál. A politikai elemzők egy jelentős része azt hangsúlyozta, hogy ebben az ügyben, a svéd NATO csatlakozás ügyében Magyarország Törökországhoz kötötte a szekerét, nem Törökországhoz kötötte a szekerét. Ez nem így van, rossz felismerés hajtja a magyar politikai elemzőket. Magyarország csak nem mert egyedül maradni a kérdésben, de valójában Putyin érdekét képviselte, mert Putyin kívánta azt a magyar kormánytól, hogy bomlassza a NATO egységét, hogy ennek milyen eredménye van, hogy ez meddig vezet, az másra tartozik. Maga az a tény, hogy nincs egység a NATO-ban egy olyan kérdésben, ami evidens, hogy Svédországot fel kell venni a NATO-ba, örüljünk, hogy Svédország akar csatlakozni, és engedjük be, ez az alapkérdés, az alapvető érdeke. A Svédországnak, Európának és az egész világnak. Csak a magyar kormánynak nem. Magyarországnak is ez lenne az érdeke, a magyar kormánynak, pontosabban a magyar miniszterelnöknek nem. Mert a magyar miniszterelnök, hogy miért, az megint más lapot tartozik, az orosz érdeket, pontosabban Putyin személyes politikai érdekét képviseli. Nem a török érdeket, hanem a putyini érdeket. Oroszországnak tehát pillanatnyilag az orosz vezetést alkotó tényezőknek az az érdekük, hogy a NATO-ban ne legyen egység, és legyen valami bomlasztás. Ezért tehát Magyarország kormánya kitartott a ratifikáció elhalasztásában, egész eddig a pontig. A kérdése tehát, hogy most lesz-e rendkívüli éjszaka a parlamentnek, hiszen az előbb beszéltünk arról, vagy talán még az előző részben, hogy a képviselők örömmel nyomkodták gyorsan a gombokat, hogy mehessenek szabadságra, hogy lesz-e rendkívüli éjszaka, vagy nem, ezt nem mondjuk most meg, mivel hogy nem feladatunk nekünk elmondani azt, amit még ők sem tudnak, és ez azért van, mert hogyha ők már tudnák, akkor mi itt kitalálnánk és elmondanánk, de a döntés nem született meg, éppen azért nem, mert ez nagyon váratlanul érte a magyar kormányt láthatóan, és egy olyan utcába került bele, ahonnan nem lehet kijönni. Most, ahogy szokás mondani, én nem szeretem ezt a szót, hogy arcvesztés, itt már nincs arcvesztésről szó. Az, és már utaltunk erre, amit az elmúlt egy évben csak ebben a kérdésben a magyar kormány csinált, Szijjártó Pétertől, Orbán Viktoron keresztül, Hender Csabán át, és így tovább, az egész egyszerűen nevetséges, tehát kifejezetten mondanám, hogy röhelyes volt. A svéd iskolások is tudták, hogy ez egy őrültség, ez egy hülyeség, és nem hitel senki a magyarázatokat, erre már az előbb utaltam. De finom volt ennek a halleves. Így van, így van. Tehát a bizottság tagja között, hogy finom volt a halleves. Az is valami. Igen. Volt értelme. Igen, tehát egyébként csak befejezem. Ja, bocsánat. Nem, semmi. A szuverenitásra az jut eszembe, hogy nem véletlenül mondta az Egyesült Államok budapesti nagykövete az amerikai függetlenség napja alkalmából tartott beszédében, hogy itt egy család van, és a család tagjai egymástól ugyan függetlenek, de a családban kell politizálniuk. Nem véletlenül üzente ezt a magyar kormánynak, amelyik szemmeláthatóan fütyül az egészre. Igen, hát, most bajban vannak, mert... hogy függő helyzet van, és a függő helyzetben szerintem a magyar kormány rosszul fogja föl a saját szerepét, mert ezt a trójai falu szerepet egyrészt az Európai Unióban, másrészt a NATO-ban teljesen átlátszó módon mutatja. Tehát olyan trójai falu, ami üvegből van, és mindenki belelát, és tudja, hogy mi van el mögött, és ezek után valóban nevetségesé válik a szerepe, plusz most Erdogánnak ezzel a gyorsított akciójával még párja is lett, tehát annyira, hogy egyedül maradt, és már nincs is kibe kapaszkodni. Időnként próbál Orbán Viktor kapaszkodni a lengyelekbe, hogy ők azért nekünk ugyanolyan régi jó barátaink voltak, mint lettek, vagy lettek, mint voltak. A V4-be is próbál kapaszkodni, és próbál még mindenféle társulatokat összehozni, hajlandó szükségszerűen mosolyogva beszélgetni az olasz miniszterelnök nővel. Jól jött neki most, hogy az egyik megült ellenfele a holland miniszterelnök. Ebben az időpillanatban most éppen belső koalíciós vitába bonyolódva azt mondta, hogy elege volt a politizálásból. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak a helyzete Európa viszonylatában nagyon rosszul néz ki. És ezért kell neki a kommunikáció, ezért kell neki a kormánypropaganda, ezért kell neki az emberek tovább butítása,
és ezért van szükség arra, hogy ő megvéd mindenkitől mindenkit. Nincs rá igény, nincs rá igény. Hát ez azóta van úgy, így, nem biztos, hogy csak azóta, de az nagyon jellegzetes volt, amikor a Néppártból, ugye a Fidesz kilépett, mert ezzel megelőzte, hogy kirakják. Hát ez megint a Kocsmai példa, hogy úgyis ki akartam már menni. Igen, így van, lehetett volna máshogy is megoldani. Például csak néhány ügyben, tényleg valóban csak néhány apróságban tulajdonképpen, jéghegy csúcsában kellett volna más politikát folytatni, és a Néppártban maradt volna a Fidesz a mai napig is. Nem ezt utat választották, inkább a kisodródást választották, ennek a vége a kilépés vagy kizárás, megelőző kilépés lett, és a Fidesz oda került, ahová valójában való, mert a Néppártban mai formájában a Fidesz nyilván nem való. Jelzem, már egy évtizeddel ezelőtti formájában sem volt való a Néppártban, csak ezt akkor még a magyar megmondó emberek, akiket mindig szidunk, még úgy adták elő, mintha ott lenne a természetes helye, pedig akkor sem ott volt. Még volt egy ilyen B-terv, hogy csinálnak egy radikális hátterű. Megvan még az a terv. A terv lehet, hogy megvan, csak már kivitelezhetetlenné vált, és nagy megérzésem szerint nem értek ehhez se, nagy valószínűséggel nem is áll össze, mert mindenkinek a közösség érdek, a család effektus és a kompromisszumos előrejutások fontosabb érdek, mert Kína komoly veszélyet jelent, az Egyesült Államok komoly veszélyt jelent, és az Európai Egység másképp nem tartható fenn. Így is nagy pofon volt a Brexit, így is nagy tanulságokat vontak le belőle, tehát az Európai Uniónak nem érdeke, hogy kilógjon valaki a sorból, inkább, ahogy Merkel mondta annak idején, a magyarok főzték, a magyarok megeszik, ami történik, de ő elnézete fölött. És valószínűsítem, most már az Európai Bizottsági szembefordulásokból és az európai pénzek elmaradásából az következik, hogy ezt a magatartásformát megunta az Európai Unió, lassan, mint egy tankhajó fordul, és ezzel a fordulás közepette előbb-utóbb elő fog jönni az, hogy ha nem vagy kompromisszumkész, akkor mi kihagyunk a döntéshozatalból. Igen, hát ahogy egy elemző mondta, a szövetségeseink most azt tanulják, hogy hogyan kell egy szövetségessel bánni, aki állandóan kilóg a szövetségből. Tanulják, mert nem erre voltak felkészítve. Így van. Hát és nem is így indult a dolog. Igen, de tekintve, hogy az orosz titkos szolgálat nyugodtan gazszállít Budapesten, oda megy, ahol akar, voltak éppen így a lehelyzet, és ezt a NATO szövetségesek tudják, ez számtalan kérdésben, hogy a hozzáértők mondják, hogy egyre több kérdésben kihagyják a magyar füleket a dolgokból, ugye nem mondják el, hogy ne tudja meg a magyar fél. Ez egy különleges helyzet nyilvánvalóan, de ami a párt struktúrát illeti, arra visszatérve egy mondatban, van terv arra nézve a Fideszben, hogy az európai parlamenti választások után egy új frakció fog alakulni, pontosabban két frakció összevonódik, erre nagyon nagy téteket tesznek, pedig bizonytalan. Kimenet, választás függő, ugye választás eredmény függő. Úgyhogy most ez a terv, úgyhogy 24 tavaszáig nyelven. De 4 éve is ezt tervezte Orbán Viktor, csak nem jött neki össze. Erre mondtam, hogy jönnek ezek az alsó pofonok, amikre időnként beleszalad, mert most a vilniuszi találkozó az egy belefutott pofon volt. Így van. Ez nagyon így van, de akkor ez azt jelenti vajon, hogy ennyire ostoba emberről van szó? Kérdezed, vagy mondod? Az elemzők nagy része azt mondja, hogy nem, hanem kifejezetten okos emberről van szó. Én ezt nem hiszem, de az biztos, hogy... Már mit nem hiszel, hogy erről van szó? Igen, hogy okos emberről lenne szó. Hát az okosságnak azért különböző fokmérői vannak. Igen, rendkívül gyakorlott politikus már. Komoly érzéke van a politikához, maradjunk abban. Meg is van a felkészültsége. Csak van a habitusában, a természetben néhány olyan természeti elem, amely nagyon nehezen egyeztethető össze az ország vezetési programatikával. Igen. Engedelmeddel én ezt a leírást vitatnám, de nem érdekes, hogy én mit gondolok. A tény azonban az, hogy itt még ha okos emberről lenne is szó, akkor is nyilvánvalóan tévedés történt ebben az ügyben. Én nem azzal magyarázom, mindegy, hogy magyarázom, a dolog lényege mégiscsak az, hogy az a kérdés is felvetődik, hogy vajon szabadon dönthet Orbán Viktor ezekben a kérdésekben. És sajnos a válasznak annak kell lennie, hogy nem. Fogva van, láthatóan Putyin fogja, és nincsen magyarázat arra, hogy egyes lépéseket, az említetteket és még számtalan mást, miért lépi meg, miért így lépi meg. Ez egészen világosan szemben áll a magyar érdekkel, ez Magyarországon nem jó, hanem rossz.
Tehát az ezer éves történelmi perspektívájából nézve is rossz, a napi politika szempontjából is rossz, ez úgy rossz, ahogy van, kérdés, hogy akkor ez neki miért jó, és a két válasz lehetséges, nem ismeri fel, hogy ez neki sem jó, vagy pedig felismeri ugyan, mert ezt nem nehéz felismerni, de nem ura a döntéseinek. Kényszerhelyzetnek hívják ezt. Sajnos így van, és hogyha így áll a helyzet, akkor ennek meg kéne fogalmaznunk a politikai konzekvenciáit, de egyelőre ez a megfogalmazás. És kellene az ellenzéki oldalon megfelelő alternatíva, hogy ezt bebizonyíthassák, hogy ez a kényszerhelyzet nem kerül az országra ilyen csúnya módon hason vissza. Igen, így van, de ennek azért az alternatívája elég egyszerű. Hát éppen az ellenkezője kell, hogy legyen. Hogy személyi alternatíva nincs, hát éppen lenne, ez megint messzire vezet, de az ellenzék nem azokat a személyeket mutatja föl, akik alkalmasak lennének egy alternatíva megfogalmazására. Ez egy sokszínű ellenzék, mondjuk így, egy egymással szemben érdekeit képviselő, személyes és kicsinyes érdekeket képviselő ellenzék, egy veszekedő ellenzék. Visszatértünk az első kérdéshez, a jogalkotáshoz. Van egy ránk kényszerített választói törvény. Ez a választói törvény, tudom, hogy ez már neked, már húzogatom a bőrödet a hátadon, amikor nem az előválasztásra utalok, hanem arra utalok, hogy egy demokráciában ki kell tudni választódnia az értékes, hasznos képviselőjelölteknek. Nem szabad, hogy ez párt beszélgetésekből, füstőszobákból jöjjön elő, csak és kizárólag, mert a választói törvény azt írja elő kötelező módon, nem szabadon választott, hanem kötelező gyakorlatként, hogy a Fidesz jelöltjeivel szemben akármilyen választáson egyetlen egy darab ellenzéki induljon. Ki lesz az az egy ellenzéki, és ki mondja meg, hogy ő a megfelelő? Eléggé ütős álló-e? Eléggé hiteles-e? Eléggé megbízható-e? És van-e mögötte társadalmi háttér? Tehát ezek nélkül nem lehet összeállítani egy ellenoldal csapatot, és nem termelődik ki az úgynevezett alternatív megoldás. Igen, valóban, ahogy utaltál rá, ebben a kérdésben nézetkülönbség van közöttünk. Ezt a kérdést történetesen nem így látom, számtalan más kérdést hozzád hasonlóan látok, ezt történetesen nem. De hogyha röviden akarnám mondani, azt mondanám, hogy nem a választójogi törvénnyel van a probléma, pontosabban kifejezve nem csak a választójogi törvénnyel. Hogyha a választójogi törvény csodálatos lenne, de nem az, távolról sem az, egyoldalú, igazságtalan, Aránytalan, még az aránytalanságot is rosszul csinálja, ha úgy tetszik. Tehát úgy rossz, ahogy van, és egy bizonyos érdeket képvisel, de ha az jó lenne, sem lenne jó minden, mert az egész politikai rendszert kell nézni, aminek egy eleme, és méghozzá nem a tucatnyi elem közül egy, hanem az ezer elem közül egy a választójogi törvény. Ezért innen üzenjük ellenzéki kollégáknak, hogyha a választójogi törvényt célozza meg a kritikájuk, akkor akkor egyszerűen nem találnak célt. Mert nem csak a választójogi törvény a probléma, hanem egy seregnyi probléma van. Itt az egész politikai rendszer, sőt még a politikai rendszeren túl, mert ha úgy tetszik társadalmi berendezkedéssel is, hogy egy baloldali szót mondjak jobboldaliként, probléma van, vagyis azt kell állítanunk, hogy itt az egész ügyet a feje tetejére, a talpára kell állítani, és mivel hogy annyira elmentünk ebbe a rendszerbe, hogy minden nappal beljebb jutunk a rendszerbe, ezért ez szinte lehetetlen helyzet, és most képzeljük el, hogy az ellenzékben nem a Fidesz által megvett emberek lennének, hogy képzeljük el, hogy nem fideszesek lennének valójában az ellenzék egy részében, majdnem a felében, hanem angyalok lennének az ellenzékben, ez a politikai rendszer nem tenné lehetővé, hogy választáson győzhessenek. Hát egészen világos, nem? De hogyha szabad választáson ez a rendszer megdönthető lenne, akkor nem kellene megdönteni. Mivel hogyha a szabad választás lehetővé teszi a rendszer, akkor ez egy jó rendszer. Ez a rendszer nem szabad választást tesz lehetővé, hanem egy nem szabad és nem tisztességes választást, nem csak a választói törvény miatt, hanem az egész politikai rendszer miatt, sőt a politikán túlmutató jellegzetességei miatt is. Úgyhogy a rendszer leváltása szabad választásokon fogalmilag kizárt, mert szabad választás nem történik. A választás egy demokráciában arra való, hogy a közönség, hogy így mondjam, a nép meghatározhassa a kormányzás irányát a következő évekre. Ez a választás ebben a rendszerben, a mi választásaink arra valók, hogy a közönség, vagy a nép, ha úgy tetszik, felsorakozzék a hatalom mögött, és legitimálja a hatalmat. Erre találták ki, és ennek a funkciónak tökéletesen megfelel. Teljesen mindegy, hogy milyen személyek hogyan gondolkodnak, vagy mit szeretnének,
nem tudják elérni azt, amit szeretnének. Jól értettem, amit az előbb mondtál, hogy az ellenzéken belül lenne személyi alternatíva? Igen. Az ellenzék még ebben a kontraszelektált és Fidesz által megvett és megvezetett, megfenyegetett és megvásárolt ellenzéken belül is vannak tehetséges emberek, neveket természetesen nem mondok, és ezek pozíciót foghatnának, de mindenek előtt szükség lenne egy erőteljes és egységes fellépésre, és ez pedig 13 éve hiányzik. Hát bocsánat, kérek, ezt mindenki meg tudja mondani, hogy ha egy ilyen monolit hatalom van, akármilyen választási rendszer van, hogy egy az egy ellen, vagy ha nem így lenne, ha listás lenne, bármilyen választási rendszer lenne, egész világos, hogy egy egységes kormányzattal szemben egységesen kell föllépni. Utána majd aztán a szabad választásokon lehet kitalálni, hogy azon belül melyik alternatíva győzzél. Hát itt nincs vétok összetek. De itt igen, de bocsánat, itt nem csak arról van szó, hogy a választási rendszer nem engedi, hogy egységes legyen az ellenzék nem egységes. 13 éve nem egységes, mindenféle ötletek voltak, általam nagyon is károsztatott ötletek között említhetjük történetesen az előválasztást, ami egy politikai marhaság volt, ez a legfinomabb, amit mondhatok róla, de még ha nem így lenne is, akkor is azt mondanám, hogy nem találtak ki, ezt nyugodtan kijelenthetjük, mind a hárman egyetértetünk, nem találtak ki a metódust az ellenzék arra nézve, hogy hogyan léphessen fel egységesen. Ennek számtalan oka van, de személyes okai épp úgy vannak, mint strukturális okai. Ezzel, hogy az előválasztás marhaság volt, Gyuri, nem fog egyetérteni. Persze. Nem azt mondom, hogy ez a világ csodája. Én azt mondom, hogy ez egy predesztináció. Azt mondom, hogy ez egy kényszerpálya. Pontosan a választójukból fakadón levezethető, hogyha nem lennének sovének a pártok, és képesek lennének ideig, óráig, nem örökre levenni a párt csapkájukat, és valóban arra törekednének, hogy ezt a hatalmas hegemon győzelmi arányt megváltoztassák, legalább a kétharmadot megszüntessék, egyeztetni kényszerítsék a hatalmat bizonyos fontos kérdésekben, lesz-e pedagógus vagy nem lesz pedagógus béremelés, meg ilyen alapkérdésekben, akkor már elértük a célunkat, és én nem azt mondom, hogy minden csoda az előválasztásban van, hanem azt mondom, hogy egy demokráciában lehet, hogy a helyi közösség, és most leszek önkormányzati választások, hamarabb megtalálja az alkalmas személyeket, mint a pártvezetők a csúcson. Én erről beszélek, és azt gondolom, hogy ezt kellett kipróbálni. 2019-ben a főpolgármester versenyben ez jól működött, ott jól sikeredett e tekintetben. A nagy választásokon már nem volt annyira sikeres, mert a pártok e vonatkozásban az egyéni érdekeiket előrébb helyezték a váltási értekhez képest. Először is, ha röviden kéne mondani, lehet-e tudni előre, hogy nem lesz sikeres, akkor ha lehet tudni előre, hogy nem lesz sikeres, akkor miért csináljuk? Ez egyik. Tehát nem úgy, a nagy választáson derült ki, hogy ez nem sikeres, ezt előre lehet-e tudni, hogy nem lesz sikeres, volt, aki mondta, hogy nem is lett sikeres. Hát mondd meg a jó receptet. Hát, bocsánat kérek, egy egységes, egy párt, egy nagy szociáldemokrata párt, mondom én jobbközépként. Föllépése kell, és a Fidesz szavazókat pedig egy jobb középnek kell elhozni. Tehát egy más pártstruktúra van, szívesen kifejtem, de messzire vezet. Igen, ez is. De ne, és nem pedig előválasztás. És melyik fragmentált ellenzéki párt fog ebbe beállni? Ezek a pártok nem léteznek, bocsánat. Hát akkor megbeszéljük. Nem kell beállni. Hát akkor mondjál olyan megoldást, ami megvalósítható. Bocsánat, nem én döntöttem, hanem a közönség, a magyar nép. A magyar nép úgy döntött, hogy ezekre a pártokra úgy is mint. Nem is kell mondanom. LMP, és nem tudom, milyen betűket mondjak. Ezek nincsen. Ezek a frakciók, ugye a 6 frakcióból legalább 4, nem létező pártnak, nem létező, ezek az emberek, akik ott ülnek, biológiai természetesen léteznek, de nincs szavazójuk, nincs tagságuk, nincs támogatottságuk, nincs igény rá, nincs közönség igény rá. Ebben nincs köztük különbség, valójában szükség lenne egy egységes fellépő pártra, csak ez nincsenek meg a szereplők. Nincs, aki beálljon egyen egységbe. Igen, ki fogja vezetni ezt az egységes pártot? Hát, ki fog dominálni ebben a kérdésben? Hát akkor ne bízzam inkább a választóra? Hát, kire bízunk? Putinra? Nem. Bocsánat kérek, nem. Ugye, de ez messzire vezet. Nem tudom, mennyire menjünk bele. Egy mondatként, következő műsorban, egy mondatként annyit, hogy a választókra természetesen nem azt kell bízni, hogy mit gondolnak arról, hogy majd ki lesz az a jó jelölt, akire más választók, akik nem ők, majd fognak szavazni, mert ez nem demokratikus kérdés. A demokratikus kérdés az, hogy kit szeretnél, hogy kormányozzon. Nem, saját képviselőjét jelölje ki, félreértesz. Nem azt mondtam, hogy miniszterelnököt kell választani. És még, alkalmas szemét az ő képviseletére helyben. Bocsánat, a miniszterelnök jelölt esetében is az történt. Az egy tévedés miniszterelnököt választani. Akkor ebben egyetértünk. Rendben, a pártokra kellett volna előválasztani, pártok szimpátiáját kellett volna előválasztani, és egyéni jelöltekre. Miniszterelnök jelöltség tényleg felesleg. A pártok mondjuk népszerűségi helyzetét eldöntötte már a közvélemény. Ez nem érdemes ezért előválasztáson ez kiderült volna. De az világosan kiderül, hogy 1%-uk sincsen ezeknek a pártoknak. Ezért nem érdemes pénzért. Nem csak a pénz ment el,
ugye pedig kevés van az ellenzéknek, hanem ez legalább 2,5 évig csak erről folyt a szó, miközben volt itt Pegazus ügytől kezdve minden, amivel kapcsolatban lehetett volna politizálni. És befejezésül, ugye említetted, hogy de a főpolgármester jelölt kiválasztásánál ez működött. Nem működött, nem a struktúrának köszönhetjük, hogy az lett az eredmény, ami, hanem a közönség, a budapesti közönség bölcs döntésének, mert a budapesti közönség végtire is azt a jelöltet választotta ki, amit a pártok eredetileg egyhangulag valamennyien jelöltek. Azért volt előválasztás, mert ez a jelölt, Karácsony Gergely, szeretett volna előválasztást valamilyen általam ismert, de itt most nem részletező okból, de azt csak kétfordulósra lehetett csinálni, mindenek előtt Puzsér Róbert időhúzása miatt, aki végtére is aztán nem is vett részt az előválasztáson. Itt tehát az előválasztás volt az előválasztásért, ami egy őrültség. Ennek ellenére jó eredmény született, mert a közönség felismerte bölcsen, hogy azt a jelöltet kell támogatni, amit te már nem szeretsz figyelembe venni. Hát de, nekünk nagyon fontos volt ellenzéki gondolkodó embereknek, hogy aktivizáltuk a közönségünket. Igen, bocsánat, kérek erre, muszáj. És ez nagyon fontos kérek volt, meg. Nagyon fontos volt, hogy azt érezhették, hogy van beleszólásuk. Ez volt a baj. Sajnos, és nem ez volt a baj. Igen, ez nagy baj volt. Természetesen világos, és minden óvodás tud erre válaszolni. Miért aktivizáljam a polgáraimat októberben, amikor a választás márciusban lesz minimum? Ez teljesen lehetetlen. Hogyha ez megtörténik, hogy aktivizálom, mint hogy ez megtörtént, akkor kell minimum egy terv arra nézve, hogy hogyan tudom fenntartani az aktivitást fél éven keresztül. Erre nézve nem, hogy B vagy C terv nem volt, hanem A terv sem volt. Állj, nekünk volt, civileknek volt. Mi akartuk ezt az érdeklődést fenntartani. Csak a pártok azt mondták, hogy nem kérjük. De itt van a probléma. A civilek legalább olyan fragmentáltak, mint a pártok, de mégis tudtak egységben foglalkozni avval a kérdéskörrel. Úgy hogyan tovább? Ez nagyon érdekes, ez a vita. Itt nem fogjuk most megoldani, a nézőkre bízzuk, bánulnak hogy mindenki döntse el, hogy kinek van igaza, vagy mind a kettőjüknek igaza van-e. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy a politikai elemző műsorban ma Magyar György ügyvéd és Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász politológus eljött, és mindezt elmondta. És önöknek köszönöm a figyelmet, jövő héten Vicsek Ferenc várja önöket.